Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Újraindul Görgényi Ernő. Kedd délután megnevezte jelöltjeit a gyulai Fidesz. Nem folytatja Zalai Mihály. Közleményt adott ki a vármegyei önkormányzat elnöke. Díjazták az ápoló jelölteket. A hivatást népszerűsítik a középiskolások között. Kutyás foglalkozások az óvodákban. Közel 500 kisgyermek szerezhet a jövőben új ismereteket. Újra Görgényi Ernőt jelöli polgármesternek Gyulán a Fidesz. Kedd délután a képviselőjelöltek is bemutatkoztak. A listára két új név került fel. Ez a nap híre. Görgényi Ernőt javasolja polgármesternek a Fidesz gyulai szervezete, jelentette be a kedd délutáni sajtótájékoztatón a párt helyi elnöke. Alt Norbert elmondta, múlt héten tartottak közgyűlést, melyen a polgármester személye mellett a 9 induló képviselőjelölt is egyhangú támogatást kapott. Érdekesség, hogy a 10 körzetből egy helyen nem indítanak jelöltet, ez pedig a Törökzugi, ahol Görgényi Ernő elmondása szerint jól együtt tudnak dolgozni a gyulai városbarátok körének képviselőjével, Vigné Fábián Diánával. Két körzetben viszont új jelöltet állítanak, a kettesben az 1994 óta dolgozó Ökrös István visszavonul, őt Szilágyi Terézia válthatja a városházán. Dr. Ökrös István után kellően nagy és kihívásokkal teli a feladat, hogy az ő munkájának is én úgy gondolom meg kell felelni, hiszen ő nagyon jól tudta egyesíteni azt, hogy a kertvárosi részen és a külterületen élők érdekeit is megpróbálta egyensúlyban képviselni. A tervem nekem is ugyanez, hiszen én is ott lakom, hogy az ott élőket, mind akik a városon belül, mind akik külterületen élnek, azoknak is megfelelően képviselje mindenkinek a saját érdeke szerint és a város jobbítására. A négyes körzetben Mittag Mónika munkahelyi elfoglaltsága miatt nem indul, a helyét Flaum Mária veheti át. Körzetben levő jobb életszínvonal, jobb lét, tehát hogy jobban érezze mindenki magát, közösséget tudjunk kialakítani. Közösen a németvárosiak, az újvárosi rész, aki ide tartozik, a belvárosból, akik ide tartoznak, tehát egy-egy kis közösséget. És én azt gondolom, hogy minden tudásom és a lelkiismeretem szerint szeretném képviselni őket abban, hogy ezek megvalósuljanak, hogy a városrész szépüljön, épüljön és fejlődjön, ugyanúgy, ahogy a többi városrész, és természetesen a város érdekeit is szem előtt tartva. A sajtótájékoztatón Görgényi Ernő az eddig elvégzett munka folytatását ígérte. Ebben a folyton változó és sokszor kaotikus világban politikai stabilitás érvényesül Gyulán. Összefogás, együttműködés, partnerség, azt nézzük, hogy hogyan tudjuk megvalósítani a jó célokat, és még így is nagyon nehéz. Ami nagyon fontos, tovább kell folytatni a gazdaságfejlesztési programunkat, tovább kell folytatni ezen belül az ipar és turizmus fejlesztési elképzeléseink megvalósítását, a városi életminőség javítását szolgáló beruházásokat, ezen belül az oktatás, a kultúra, az egészségügy és a szociális szféra rendkívül fontos a város megtartó ereje szempontjából és vonzereje szempontjából egyaránt. Egy jókedvű, kultúrált, polgári várost építünk a továbbiakban is, hogy legyen Gyula a jövőben is a zöld város, ahol a gazdaság is virágzik. Az önkormányzati választást június 9-én tartják. Nem jelölteti magát Zalai Mihály. A Békés vármegyei önkormányzat elnöke közleményt adott ki a közelgő választásokkal kapcsolatban. Nem jelölteti magát Zalai Mihály a Fidesz-KDNP Békés vármegyei listáján, jelentette be keddi közleményében a vármegyei önkormányzat elnöke. Ebben azt írta, szeretnék kipróbálni magát az élet más területén is, ugyanakkor az elmúlt évtizedekben megszerzett tudást és tapasztalatot továbbra is az itt élők érdekében szeretnék kamatoztatni, ugyanakkor továbbra is ehhez a politikai közösséghez tartozónak vallja magát. Zalai Mihály hangsúlyozta, 22 éve szolgálja az embereket önkormányzati képviselőként, 14 éve dolgozik a vármegyei politika első vonalában, 10 éve pedig a vármegyei közgyűlés első embere.
Ebben az időszakban 146 milliárd forintnyi területfejlesztési forrás felhasználását koordinálták eredményesen. A Göndöcs Benedek Katolikus Technikum diákja Mohácsi Karolina lett az idei év legkiválóbb ápolójelöltje. A harmadik alkalommal életre hívott esemény célja az ápolói hivatás népszerűsítése. Harmadik alkalommal rendezte meg a Gál Ferenc Egyetem Egészségi és Szociális Tudományi Kara, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara vármegyei szervezete azt a versenyt, melyen középiskolás ápolójelöltek mérték össze tudásukat. Vince Gábor a GF Gyulai Karának dékánya kiemelte, céljuk, hogy minél többen vegyenek részt a diákok közül a középfokú ápolói képzésben, hiszen aki ezt tanulja, ő már a mindennapi munkába is bekapcsolódik. Az ápolók a mindennapi életben, az egészségügy szervezetében a dobogó érző szívet jelentik, és anélkül nem tud működni az egészségügy. Hogyha meg kellő propagandát fejtünk ki, hogy minél többen válasszák az egészségügyet, akkor jó eséllyel tudjuk pótolni a már kiesett számos nővért, ápolót, aki az egészségben dolgozik. És önző módon a felsőfokú képzés is nagyon fontos számunkra, hiszen az egészségügyben sok mindent át tudnak venni az orvos szerepéből a felsőfokú szakképzésben résztvevők az egyetemen tőlünk, és ebben az esetben, hogyha minél több hallgatóval, minél jobban képzett középfokú hallgató, annál többen jönnek a felsőfokú képzésekre, az egyetemre, az alapszakra és a mesterképzésre, amit már az egyetemen beindítottunk. A diákok a hétfő délelőtti harmadik záróforduló során oktatótermi körülmények között Skill-laborban gyakorlati részen vettek részt a Békés Vármegyei Központi Kórház Réti Pátak kórházában. Délután pedig díjazták a két kiváló ápolójelöltet, valamint a legkiválóbb ápolójelöltet. Kiváló ápolójelöltként a Kecskeméti Szent Györgyi Albert Technikum diákja Vas Szandra végzett a harmadik helyen. Én nagyon örülök neki igazából, mert rengetegen segítettek abba, hogy elérjem ezt a helyezést, és én nagyon szeretek másokon segíteni, és engem ez hajt ebbe a szakmába, ebbe a hivatásba, hogy másokon tudjak segíteni. Kiváló ápolójelöltként szintén a Kecskeméti Szent Györgyi Albert Technikum diákja Giric Kitti zárta a képzeletbeli dobogó második fokán. Én kiskorom óta nagyon szerettem így az embereken segíteni, és még általános iskolában egy elsősegély tanfolyamra iratkoztam be, és azóta nagyon megtetszett ez az egész szakma, és nagyon fontosnak tartom, hogy így az emberekkel lehessek, embereknek segítsek. A harmadik alkalommal életre hívott verseny legkiválóbb ápolójelöltje, a Göndöcs Benedek Katolikus Technikum diákja, Mohácsi Karolina lett. Számomra ez egy visszaigazolás, mert én nagyon szeretem ezt a szakmát, én szeretnék is ebbe dolgozni, és igazából ez a verseny szerintem egy nagyon jó visszaigazolás volt számomra, hogy igenis megy. A legkiválóbb ápolójelölt verseny célja az ápolói hivatás népszerűsítése. A szervezők remélik, hogy a már harmadik alkalommal életre hívott eseménnyel hozzájárulnak ahhoz, hogy minél több középiskolás tanuló válassza a későbbiekben az ápolói hivatást. Együttműködési megállapodást írt alá kedden a Gyulai Kutyás Egiliti Szabadidő Sportklub és Gyula Város Egyesített Óvodája. A közös programok során közel 500 gyulai óvodás szerezhet a jövőben új ismereteket a kutyás foglalkozásokon. Zoé, Cipó és Kokó közreműködésével vette kezdetét az a program, amely során Gyula Város Egyesített Óvodájának valamennyi gyermeke hasznos és fontos információkat szerezhet a kutyák életmódjával és gondozásával kapcsolatosan. Alt Sándor, a Gyulai Kutyás Egiliti Szabadidő Sportklub vezetője hangsúlyozta, a gyermekekre ösztönzőleg hat a kutyákkal való játék, és többnyire szívesen is foglalkoznak az állatokkal. Ez volt az alapmotivációja, amikor együttműködési szándékkal megkereste Gyula Város Egyesített Óvodáját. A civil szervezet elnöke kiemelte, elsődleges céljuk, hogy a játékos foglalkozásokon a gyerekek megszeressék az állatokat. Megtanítjuk őket a pórászkezelésre, a kutyát hogy lehet behívni, hogy kell simogatni,
megkülönböző ilyen játékos feladatok, és közben mozgatjuk a gyerekeket, ugye, mert már most elment teljesen a digitális világban, már a kis óvodás gyerek is nyomja a kütyüt, és itt egy kicsit megmozgatjuk őket, hogy kutyákkal milyen sportolási lehetőségek vannak, meg milyen mozgási lehetőségek vannak. Az elmúlt években több gyulai óvodában volt már kutyás foglalkozás, mindig óriási sikert aratva, fogalmazott Makráné Gomkötő Zita. Ezért is fogadták örömmel a Gyulai Klub kezdeményezését, hogy a jövőben rendszeressé tegyék ezeket az alkalmakat. Az intézmény vezető kiemelte, az óvodáskorú gyerekek széles körű fejlesztése valósulhat meg a hosszú távú program során. A gyerekek, felnőttek általában nagyon nyitottak a kutyák irányában, viszont vannak nálunk is olyan gyermekek, akik azért félnek és tartanak a kutyáktól. Elsősorban szeretnénk a kutyák gondozását megismertetni, illetve a kutyákkal való életmódot közelebb hozni a gyermekekhez, hisz nagyon fontos, és mindeközben nagyon sok mindent lehet fejleszteni a gyermekek életében, mint a finom motorikájukat, testtudatukat, koncentrációjukat, kommunikációjukat, verbális ismereteiket, és ezeket mindent próbálunk kihasználni, amikor bármilyen jellegű fejlesztéssel tudjuk segíteni a gyermekeket a jövőjüket illetően. A Gyulai Kutyás Egéliti Szabadidős Sportklub tavasztól kezdve rendszeresen látogatja majd a gyulai óvodákat, ahol önkéntesei közreműködésével tartják játékos foglalkozásaikat. A kommunizmus áldozataira emlékeztek vasárnap délelőtt Gyulán. Rövid hírek következnek. A kommunizmus áldozataira emlékeztek vasárnap délelőtt a Békesugár úti Erdődi Lajos emlékoszlopnál. Gyulán évek óta fejet hajtanak a résztvevők a kommunista diktatúrák áldozatai előtt. És sokáig hallgatott otthon a nagy fekete zongora. És mi féltünk, hogy nem talál vissza hozzánk soha. Sinai Léna, Simonyi Díjas versmondó, Zalán Tibor, Ékezet apámnak című költeményét mondta el. Az esemény szónoka Dávid Péter, középiskolai tanár kiemelte, ez az ünnep nem olyan ünnep, mint a többi, nem forradalmár hősöket dicsőítünk, akik tízezreket megmozgatva rázták le egy nemzetről a bilincseket, és akik azután a szabadságharcosok véres pokrában tűntek el, hogy még nagyobb dicsőségben szerepelhessenek az utókor előtt. Dávid Péter kiemelte, Magyarország a Tanácsköztársaság idején ismerkedett meg először a hazánkban hagyományokkal nem rendelkező, gyökértelen kommunizmussal, és vele együtt rögtön a vörös terrorral is. Az egy kis munkára elhurcoltak az intézményesített erőszak áldozatai, a besúgók közt élő rettegők, az internáltak, a koncepciós perek áldozatai mind olyanok, akiknek az életét derékba törte a kommunizmus, vagy még inkább a kommunizmus áruhájában fellépő emberi gonoszság. Ezzel szembeni elégedetlenséget jól mutatta az 56-os forradalom, amit csak jelentős katonai erővel tudott leverni a Szovjetunió. De az ezt követő Kádár korszak, a gulyás kommunizmus és frigider szocializmus sem volt jobb, a folyamatos gazdasági fellendülést jólétet szajkózó demagógiájával és tízezer besúgójával. Nem véletlenül kezdett a 20. század végére az egész rendszer recsegni, ropogni, mint valami szuette régi bútor darab. De még ma is van a világon olyan hely, ahol kommunista berendezkedés van. És mennyi olyan ország, mint hazánk is, ahol csak nemrég néhány évtizede szabadultak meg ettől a rémálomtól. Ugyan hány ember életét határozza még ma is az, hogy ilyen helyen, ilyen országban él? Dávid Péter hangsúlyozta, Magyarországon majd egy emberöltőnyi időszak telt el a kommunizmus groteszk, abszurd világában, ami nem maradt következmények nélkül. Még ma sem merünk vagy akarunk társadalmi szerepet vállalni, a közösségért cselekedni. Ezek olyan maradványok, melyeket nagyon nehéz egy társadalomnak levetnie magáról. Egy emberhez méltó feladat maradt számunkra, ez pedig az emlékezés. 10 millió halálos áldozatra, a félrevezetettekre, a megfélemlítettekre, a kényszermunkára hurcoltakra és a megkínzottakra. Az esemény a koszorúk elhelyezésével zárult.
A szombaton tartott Harukken jótékonysági bál ötlete 2015-ben született meg, amikor az iskola mellett működő alapítványi kuratóriummal életre hívták a rendezvényt, fogalmazott Ceglédiné Szappanos Anita. Azóta minden évben sikerrel rendezték meg a programot, a hagyomány csak a pandémia szakította meg 2020-ban. Az igazgató kiemelte, a kényszerszünet után az idén újra együtt tudnak ünnepelni, teltházos létszám mellett 160 résztvevővel. Ceglédiné Szappanos Anita kiemelte, az esemény célja kezdetektől fogva a támogatás, a jó ügy szolgálata. Nagyon sokan segítették ezúttal is az alapítványi bál létrejöttét, munkával vagy éppen felajánlott tombola tárgyakkal, emelte ki az igazgató. Ceglédiné Szappanos Anita elmondta, az ez sikeréhez az is hozzájárult, hogy az idei tombola fődíj igazi kuriózum volt. Hagyományosan a polgári világ jelentős rendezvényei azok a jótékonysági estek, ahol összeülnek egy nemes ügy támogatói, fogalmazott Görgényi Ernő. A polgármester elmondta, Gyula város életében is kiemelt helyet foglalnak el az ilyen és hasonló rendezvények. A 7. Harukken jótékonysági bál bevétele meghaladta a 2 millió forintot, amely jelentős segítséget nyújt a szakképzésben résztvevők eszközellátásában. Napokkal ezelőtt nem lehetett már jegyet venni a Gyulai Várszínház péntek esti előadására. A Hegyi Barbara és Seres Zoltán által bemutatott szexpedíció a párkapcsolati problémákkal foglalkozik a vígjátéki keretek között. Szállhatunk egy kis időt egy másra. Mégis mikor? A reklámok alatt? A reklámok legalább 10 percesek. A történet szerint az amúgy jól működő kapcsolatból eltűnik a szexualitás, de erről a felek még egymással sem hajlandók beszélni, aztán egyszer amolyan terápiás jelleggel mégis tesznek egy próbát. Mi akarsz egyáltalán itt lenni velem? Hogy együtt legyünk, hogy megtaláljuk, hogy elveszett. De azt soha nem fogjuk megtalálni, hogy neked mindig igazad van, én meg mindig hülye vagyok. A darab ügyesen épít a nőkre és a férfiakra jellemző attitűdökre. Seres Zoltán szerint a női szerző szinte patika mérlegen egyenlő mértékben adagolja a szereplőknek azokat a vonásokat, melyek nevetésre ingerlik a nézőket. A Gyulai Várszínház következő előadása március 5-én Margaret Atwood Pénelopeia című darabjának ősbemutatója lesz. Átadták a Gersely díjakat Szegeden. Lapszemle következik. Átadták a Gersely díjakat. Barabás Hunorné és Koblenc Attila részesült az elismerésben, írta a szegedcsanát.hu. Az elismeréseket a Szegedi Dómban adták át. Gyulai diákok a múzeumokban. Több mint 1000 gyulai diák nézi meg ezekben a napokban a Munkácsi kiállítást, és a Kohán képtárban március 3-áig látogatható Bencúr tárlatot. Az Almási Kastély közösségi oldala azt írta, a diákok személyes élményt kapnak a 19. század magyar képzőművészetek két legjelentősebb alakjának munkásságáról. Különleges albummal emlékeznek. Márton Áron tiszteletére mutatták be a Transzilvánia Katolika című albumot Gyulafehérváron, írta a Magyar Kurír. Az album Márton Áron püspökké szentelésének 85. évfordulójára jelent meg. Hétvégére is jut meleg étel. Idén januárban indította el Békésváros önkormányzata a hétvégi téli krízis étkeztetési programját, amellyel az egyedül élő időseknek kíván segítséget adni. A Békési Újság azt írta, január 12-től minden pénteken házhoz szállítanak egy tál meleg ételt az érintetteknek, mely a hétvégére ad könnyebbséget. Folytatódik az enyhe, tavaszias idő, olykor kisebb csapadék vagy erősebb szél előfordulhat. A hétvégén néhány fokkal hűvösebb időre készülhetünk. Szerdán felhős és napos időszakok váltják egymást. Csapadék előfordulhat. A hőmérők éjszaka 6 fokot, a kora délutáni órákban 19 fokot mutatnak majd. Csütörtökön is számíthatunk kisebb esőre, és megélénkülhet a szél. A hőmérséklet pedig 5 és 20 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Újraindul Görgényi Ernő. Kedd délután megnevezte jelöltjeit a gyulai Fidesz. Nem folytatja Zalai Mihály. Közleményt adott ki a vármegyei önkormányzat elnöke. Díjazták az ápoló jelölteket.
a hivatást népszerűsítik a középiskolások között. Kutyás foglalkozások az óvodákban. Közel 500 kisgyermek szerezhet a jövőben új ismereteket. A Gyula TV híradóját látták. Kövessék híreinket a közösségi oldalakon és a gyulatelevízió.hu-n. Köszönjük figyelmüket!